Most, hogy megbeszéltük, hogyan működik a babiloniai naptár, illetve az úgynevezett zsidó naptár, és beszéltünk néhány szót 13. Gergely pápáról. Nézzük meg azt, hogy hogyan is működik az a naptár, melyet legtöbben használnak ma a világban, és melyhez 13. Gergely pápa nagyban hozzájárul. Amit pedig úgy ismerünk legtöbben, mint a Gregorián naptár, vagy a Gergely naptár. Ha egy pillantást vetünk az EncyclopediaBritannica.com oldalra, akkor láthatjuk, hogy a Gergely naptár az más néven az új stílusú naptár, mely egy szoláris rendszer, és 1582 óta van használatban. 13. Gergely volt az, aki megreformálta az akkor használatos Julián naptárt. A részleteket meg fogjuk beszélni később, csak meg akartam mutatni, hogy ez meg fog egyezni azzal, amit a többi helyen látunk, úgyhogy ha valakit érdekel, mint referencia, a Britannica.com oldalt meg lehet látogatni. Ahogy arról már szó volt, és szó is lesz, 13. Gergely a tavaszi napi egyenlőséghez, vagy Equinox időponthoz igazította ezt a naptárt, úgy, hogy ez március 21 legyen, és egybeessen azzal a dátummal, amikor 325-ben volt a tavaszi equinox tulajdonképpen, vagy napi egyenlőség, mikor a nicai zsinat összeült, és nem ahhoz a dátumhoz igazította, amikor szerintük a másiák születésének évében volt ez az esemény, ami március 25 volt abban az évben. Szóval inkább a zsinat idejéhez igazította, és nem a másiák vagy a megváltó születésének évéhez. Ugyanitt a Britannica.com oldalon, ha megnézzük a nyugati naptár, illetve a naptár reformok bejegyzést, akkor láthatjuk azt, hogy szükség volt arra, hogy egy szoláris rendszert állítsanak föl, ami a napot követi, hiszen a nap az, ami meghatározza az emberiség életét, nem pedig a hold. És a mezőgazdaság nem tudott működni rendesen, valamint természetesen az is fontos volt számukra, hogy az ünnepeket valamilyen módon rendszerezzék, azokat a pogány ünnepeket, melyeket a kereszténység, illetve már az egész világ közösen ünnepel. Ez az, amiről itt írnak. Valamint arról, hogy a római köztársaság naptára és az egyiptomi naptár kombinációjának eredménye az a naptár, ami mára kialakult. Egy nagyszerű példa arra, hogy mennyire nem lehet használni a holdat az év meghatározására, az a római eset, amikor is 50-re, időszámításunk szerint 50-re a tavaszi napi egyenlőség március helyett 8 héttel későbbre esett, azaz így az egész mezőgazdaság és az egész élet teljesen kimozdult a normális rendjébe. Úgy értem, hogy nyilván a mezőgazdaság követte a valós, tehát a szoláris évet, csak a naptár elcsúszott ehhez képest. És egy reform segítségével meg tudtak szabadulni attól, hogy állandóan plusz hónapokat kelljen a naptárhoz hozzáadni. Még annyit hozzáadnék, hogy ezt mindenkinek szem előtt kell tartani, aki a hónapokat a holdhoz szeretné igazítani, mégpedig az, amiről itt írnak, hogy a legnagyobb nehézség azonban minden reformáló számára az volt, hogy hogyan lehetséges a hónapokat a holdhoz igazítani, és ugyanakkor az évszakokkal is szinkronban maradni, és ez nem lehetséges. Ezért szükséges volt egy alapvető törés abban a módszerben, ahogyan az időt számították, illetve a naptárt összeállították. Nem lehetséges a holdat követni a hónapok meghatározásához, és ugyanakkor összhangban maradni a valósággal, azzal, ahogyan az évszakok a valóságban váltakoznak, anélkül, hogy ne kelljen hónapokat hozzáadni. A hónapok hozzáadása pedig teljes mértékben ellentmond annak, amiről az írás beszámol. 1545-re húsvét már 10 nappal elmozdult a rendes időszámítástól,
És már ekkor felmerült a kérdés, és elkezdtek gondolkodni a problémán, azonban ekkor harmadik Pál pápa idején még nem tudtak megoldást találni. Egészen 30 évvel később, 1572-ben, mikor is 13. Gergely kezdte meg működését, ekkor azonban már rendelkezésre álltak alternatívák, és ő volt az, aki végül kidolgozta, illetve kidolgoztatta ezt a rendszert, amelyet ma használunk. Ismerjük a történetet, megnéztük már, hogy október 5-e október 15 lett, vagy 4-e október 15 lett, és így 10 napot elvettek a naptárból. Ugye még annyit itt megjegyeznek, hogy a probléma az volt, hogy a Julián naptárban minden év 0,0078 nappal hosszabb volt, mint egy valós év, és ez 0,78 nap volt 100 évente, illetve 3,12 nap 400 évente. Tehát ennyi az eltérés 400 év alatt, ami ugye 10 napot tett ki 1200 év alatt, mire eljutottak 1582-ig. Ezt küszöbölték ki úgy, hogy minden néggyel osztható évszázad lesz csak szökőév. Így visszatudták állítani azt a körülbelüli rendet, ugyanis még így is van egy kis eltérés, és ez mindig is lesz, amíg azt a manipulált naptárt fogjuk használni, amit az emberek találnak ki. Ez egy rendkívül tanulságos olvasmány azok számára, akik még mindig ott tartanak, hogy a vallásnak nincs jelentősége, és hogy ez idejét múlt. Az egész életünk e körül forog. És tetszik vagy sem, mindenki, aki részt vesz ezekben az ünnepekben, az valamilyen formában rossz úton jár. Nagyszerűen kiderül ez ebből a néhány bekezdésből. Az egész naptárreform azért jött létre, hogy az ünnepeket valamilyen módon konszolidálni tudják, és a világ minden pontján mindenki egy ünnepet tudjon ünnepelni, hiszen nem mindenki volt asztrológus vagy asztronómus. A probléma leginkább az úgynevezett húsvét ünnepével volt, ami a pogány tradíciók szerint a keresztényeknél a feltámadás ünnepe, és ezt valamilyen úton módon próbálták összhangba hozni az úgynevezett zsidó vallási évvel, ami a mi márciusunkban kezdődik, és ezért próbálták manipulálni ezt a naptárt ennyiszer. Azt szerették volna elérni, ami nagyjából már kialakult, hogy mindenki egy ünnepet ünnepel az egész világon, attól függetlenül, hogy nem is tudja, hogy miről szól, vagy miért csinálja, teljesen mindegy, hogy hindu, buddhista, zsidó vagy keresztény, mindenki karácsonyozik, meg csinálja az összes többit, nem is gondolkodik ezen, ez volt az egésznek a lényege. Ekkor azonban problémák merültek fel. Egyrészt az, hogy az eddigi lunáris naptárok ugye nem követték az évszakokat, aztán ezen kívül még az a probléma is felmerült, hogy a Jóhér, Máté, Márk, Lukács nem feltétlenül hozható összhangba János jó hírével vagy evangéliumával, legalábbis azok szerint, akik nem tudják, hogy hogyan kell értelmezni, úgy tűnik, hogy különbségek vannak aközt, amilyen időpontokat megad. Ezen kívül probléma az is, hogy az úgynevezett zsidók éjszaka este kezdik a napot, nem pedig éjfélkor, mint ahogy a világ legnagyobb része, tehát a zsidóknál a nap lementével kezdődik. Így ezeket mind-mind össze kellett valamilyen formában hozni egy naptárba, hogy az egész világot ebbe a pogány tradícióba bele tudják később szépen programozni. Végül is arra jutottak, hogy húsvét az a tavaszi equinox vagy napi egyenlőség utáni, vagy az azt követő telihold utáni első vasárnap lesz, mint ahogy így van, mint a mai napig. Ez nagyjából március 21. A naptár ettől függetlenül egy sokkal bonyolultabb rendszer, mint ahogyan azt a legtöbben gondoltuk volna, és a hold stádiumait is figyelembe veszi, hiszen szükséges a húsvét meghatározásához, végül is e körül forog az egész, szóval gyakorlatilag még mindig egy szoláris, lunáris naptárról van szó. Persze figyelembe véve azt, hogy ez még mindig nem tökéletesen 364 nap, ahogyan lennie kellene, így soha nem is lesz olyan egyszerű, ami ennek a teremtő azt kitalálta kezdetben.
valamennyi extra információt szerezhetünk a timeanddate.com oldalon arról, hogy hogyan is történt meg a változás, illetve a váltás a Julián naptárról a Gregorián naptárra, de igazából sok újdonságot nem adnak hozzá, úgyhogy ebben részletesen nem megyek bele, de akit érdekel, a linket megtalálja és meg tudja nézni, ugye elmagyarázzák, hogy mik is voltak a problémák a Julián naptárral, illetve hogy hogyan is változtatta meg ezt a Gregorián naptár. Olvashatunk ugyanúgy a változásokról, hogy mennyi ideig tartott az országnak, hogy átálljanak erre az újfajta időszámításra. És még egy érdekesség az, hogy ma napjainkban 13 nappal lenne a Julián naptár visszább, hogyha azt használjuk, illetve hát visszább van, hogyha átszámítjuk, és hogy van egy, létezik a Julián naptárnak egy új verziója, amely mindössze 2 másodpercet csal évente, és így 31.250 évente mindössze egy napot késne, ami nagyjából 10 nappal, vagyis hát 10-szer olyan pontos, mint a Gregorián naptár, amit mi használunk, azonban ezt nem használja egyetlen ország sem. Csak hogy mindenkiben tudatosuljon, a Gregorián naptár, amit ma használunk, az egy keresztény naptár, tehát tetszik vagy sem, a vallás meghatározó szerepet tölt be mindannyiunk életében, még akkor is, ha nem értünk ezzel egyet, vagy nem tudjuk. Ez szintén timeanddate.com, ahol is a Gregorián naptárról olvashatunk ebben a bejegyzésben. Még egy dolgot hozzátennék itt, az pedig az, hogy bár mi úgy gondoljuk, hogy hétfő a hét első napja, számos országban még mindig megmaradt az eredeti hagyomány, miszerint vasárnap a hét első napja és szombat a hét utolsó napja. Így változtatta meg a katolikus egyház ugye a sabátról a hét utolsó napjáról a hét első napjára téve az imádat napját és a gyülekezet napját, annak ellenére, hogy a Teremtő megmondta számunkra, hogy annak mikor kellene legyen. Természetesen a naptár más, amit ő használt, a lényeg azonban az, hogy az egyház volt az, aki ezt a változást előidézte, és nem bármiféle utasítás a Teremtőtől. Ez a bejegyzés nem tartalmaz sok újdonságot a Wikipédiával kapcsolatban, úgyhogy nem is mennék bele, hiszen részletesen ott meg fogjuk ezt beszélni. Annyit talán gyorsan, hogy különösen a szökőéveknek a számításában jelent ez újdonságot, mindig 4-jel osztható évben van, hogyha 100-zal osztható, akkor csak minden 400. év lesz szökőév. 10 napot kihagytak, ugye 1582-ben 10 napot egyszerűen csak kihagytak a naptárból, és új szabályok alapján határozzák meg a húsvét időpontját. Megtudjuk azt is, hogy különböző országok különböző időpontokban csatlakoztak ehhez a naptárhoz, akkor szó van arról is, hogyan lehet a Gregorián naptárt összhangba hozni a Julián naptárral, hogy van-e tökéletes naptár, illetve hogy kik azok, akik ezt a naptárt létrehozták, erről szintén lesz szó a későbbiekben. A Gergely naptár a ma érvényben levő naptárrendszerek közül a legelterjedtebb, ezt a Wikipédiából olvashatjuk. Ez szerint az időszámítás kezdete Másiák vagy Krisztus születéséhez igazodik, egyebekben a Julián naptár kis módosítása. A Gregorián naptár elődje az úgynevezett Julián naptár Róma alapítása után 709-ben Julius Caesar által került bevezetésre. Ez nagyjából ugye időszámítások után 45-re tehető. Ebben egy év 365 napból állt, és minden negyedik évben egy szökőnapot iktattak be, így átlagosan 365,1 negyed napból állt egy év. Ez azonban hosszabb volt, mint a 365 nap, 5 óra, 48 perc, 46 másodpercből álló szoláris vagy nap év, ami 365,24,21,99 napnak felel meg. Az eltérés ugye a kettő között 1000 év alatt nagyjából 8 napnak felel meg. Ez pedig óriási nehézségeket kezdett okozni a középkorban.
Amint azt megbeszéltük, egyrészt a mezőgazdasági munkák ütemezése során, másrészt a húsvét és egyéb ünnepek kiszámításában. Végül az új rendszert 1577-ben Aloysius Lilius olasz csillagász orvos dolgozta ki, 13. Gergely pápa megbízásából, és végső formáját pedig Christophorus Clavius, német származású jezsuita matematikus csillagász adta meg. Végrehajtását pedig 1582. február 24-én rendelte el 13. Gergely. 1582. október 4-én csütörtökön lépett életbe az új naptár úgy, hogy a következő nap október 15 péntek lett, így a két nap között eltelt 10 nap, a két dátum között levő 10 nap egyszerűen csak eltűnt. Itt láthatjuk azt ebben a táblázatban, hogy milyen időpontban álltak át a különböző országok erre a naptárformára, és egyértelmű az, hogy ez nem ment zökkenőmentesen, és egyáltalán nem ment egyik napról a másikra, hogy úgy mondjam. Olaszország, Spanyolország, Portugália, Lengyelország 1582. október 4-én állt át, később Franciaország decemberben, utána majd egy évvel később úgynevezett Németország, vagy Bajorország, és Ausztria követte ezt 84-ben, Németország ugye 1700-ban csak, Norvégia, Dánia szintén ebben az évben, Nagy-Britannia 1752-ben, majd Svédország, és a többi, és a többi. Görögország 1924. március 9-én állt át csak erre a naptárra. A legfőbb eltérés a Julián naptárhoz képest ugye az, hogy a Julián naptár egy éve és a szoláris év között évenként az eltérés kevesebb, mint negyed nap. Minden negyedik évben a szökőnap viszont túl sok korrekció, így a naptár 400 év alatt 3 nappal előzi meg a tropikus, vagyis a nap évet. A Gergely naptár ezt úgy oldotta meg, hogy 400-zal nem osztható kerek évszázadok nem szökő évek, hanem 365 napos évek maradnak. 1700, 1800, 1900 nem volt szökő év, míg 2000 az volt. A még ezek után is fennmaradó eltérés 3320 év alatt okoz majd egy nap eltolódást. Jelenlegi számítások szerint 4782-ben várható legközelebb, hogy egy napot ki kell hagyni a Gregorián vagy a Gergely naptár és a szoláris év különbsége miatt. Ha egy kicsit tovább kutatunk, akkor láthatjuk, ez ugye az angol nyelvű Gregorián naptár oldal a Wikipédián, ami azt mutatja, hogy 0,2 ezred százalékos volt mindössze az a korrekció, melyet a Gregorián naptár végrehajtott a Julián naptáron, és ez pontosan elég volt ahhoz, hogy megakadályozza a napoknak ezt a fajta csúszását. Azt is láthatjuk, hogy 1923-ban Görögország volt az utolsó európai ország, amely átállt a Gregorián naptárra, illetve még egy érdekesség, az pedig az, hogy több ország használ két naptárt, vagy többet, mégpedig az iszlám országok használják a Gregorián naptárt, azért, hogy a világgal tudjanak kommunikálni, míg az ő vallási naptáruk megmaradt érintetlenül. Két darab részből állt ez a reform. Az egyik, ugye, amit olvashattunk, az az, hogy a szoláris évhez igazította a naptár hosszát. A másik reform azonban az volt, ahogyan a hold ciklusait meghatározták évről évre. Ennek ugyanis jelentősége volt a húsvét meghatározásában. Meg kell határozniuk ugyanis a holdnak az életkorát idézőjelbe téve ahhoz, hogy megkezdődhessen a húsvét, ez ugye az epact, vagy epact angolul, epactae latinul, és ez azt jelenti, hogy március 22-én mennyi a holdnak az életkora idézőjelbe téve, és ez az, ami alapján a húsvétot meg tudják határozni. A Gregorián naptárban azonban azt számolják ki, hogy január 1-én mennyi a holdnak az életkora, és ez után döntik el, hogy mikor lesz
a húsvét ünnepe. Azért van erre szükség, mert általában 11 nappal évről évre rövidebb a hold év, mint a nap év. És ez szükséges kiszámolni, ugyanis azt tudjuk, hogy a húsvét, ugye, ha jól emlékszem, az equinox utáni első teli hold utáni első vasárnap, ha jól emlékszem, így határozzák meg. Tehát szükséges a holdnak az életkorát tudni ahhoz, hogy meg tudják határozni a húsvétot. Ami érdekes az az, hogy 10 nappal vagy 11 nappal rövidebb a hold év, mint a nap év. Tehát miért is vennénk figyelembe a holdat a hetek vagy a hónapok mutatásához, mikor így is úgy is a naphoz vissza kell igazítani, hiszen a nap az, ami meghatározza az emberek életét, a mezőgazdaságot, és nem a hold. Ha már itt vagyunk, akkor láthatjuk azt is, hogy 365 nap, ugye szerintük egy szoláris év, egy nap év, míg a hold évnek 12 hónapja van, 30 és 29 nap hosszúak egyenként, így egy év alatt 11 nap csúszás figyelhető meg a hold és a nap között. Ez a bejegyzés arról beszél, hogy a legfőbb probléma az volt a két naptárral, hogy a húsvét időpontját hogyan határozzák meg. Az alexandriai egyház húsvétot a tavaszi equinox utáni hold 14. napja utáni első vasárnapra rakta, ami ugye a számukra, legalábbis az ő számításaik szerint az equinox március 21-e volt, míg a római egyház március 25-ét tekintette az equinox napjának, és egy másik számítási formát használt a hold élettartamának meghatározására. Mivel az alexandriai rendszer és a római rendszer két különböző számítási módszert alkalmazott, ezért a kettőt valamilyen formában összhangba kellett hozni, ugyanis Rómában a húsvét nem eshetett április 21 utánra, ugyanis ez volt Róma születésnapjának, a Parilia pogány ünnepének a kezdete. Azt is észrevehetjük, hogy mára a rendszer viszonylag jól kialakult, hiszen az egész világ tulajdonképpen ugyanazokat az ünnepeket ünnepli, ugyanazokon a napokon szinte. Hogyha megfigyeljük az összes pogány ünnep, mint a karácsony, a húsvét, az anyák napja, a nőnap, Valentin nap, ezek világszerte egyetemesen elfogadottak és ünnepeltek szinte mindenhol. Pontosan ez volt a lényege a naptárreformnak, hogy ez volt az egyik eleme annak, ahogyan a pogányságot el tudják terjeszteni az egész világot. Természetesen más módszereket is alkalmaztak, de a naptár nagyban hozzájárult ehhez. Egy fontos kérdés lehet azok számára, akik úgy gondolják, hogy teljesen mindegy, hogy milyen naptárt vagy ünnepeket ünneplünk, hogy mikor is kezdődik az év. Ugye számukra természetes, hogy január 1-ével kezdődik az év, ami tulajdonképpen logikátlan, hogy a tél közepén kezdődjön egy új év. Ez csak időszámításunk előtt 153-tól van így, mégpedig azért, mert a Római Köztársaságban és a Római Birodalomban az év akkor kezdődött, mikor a konzulátus először hivatalba lépett. Időszámításunk előtt 222-től 153-ig, ez március 15 volt, azt megelőzően pedig május 1-e. Úgyhogy láthatjuk azt, hogy az év kezdete, illetve az a nap, amikor kezdjük az évet, az időről időre változott. Sőt, azt is megtudhatjuk, hogy bár az év számítási módja változott időről időre, azonban a hónapok sorrendje januártól decemberig az megmaradt, és ez a Római Köztársaság idejétől napjainkig így alakul. Még egy érdekesség az, hogy a középkorban a katolikus egyház volt az, aki a legtöbb nyugat-európai országban ezt a rendszert meghatározta, és az év kezdetét a fontosabb úgynevezett keresztény ünnepekhez igazította. Két dolgot még hozzátennék, az egyik az, amiről már szó volt, mégpedig az,
hogy míg az országok átállnak erre a rendszerre, illetve átálltak ugye 1923-ban Görögországgal minden európai ország átállt, ez azonban nem azt jelenti, hogy az egész világon univerzálisan elfogadott a Gregorián naptár. Tehát amíg átálltak ezek az országok, illetve napjainkban szükséges több naptár párhuzamos használata. Ez ugyanígy van azzal a naptárral is, amit mi használunk a teremtő ünnepeinek meghatározására. Az egy más rendszerű naptár. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk használni, vagy nem szükséges használnunk a Gregorián naptárt, hiszen a társadalom, illetve a világ e szerint működik. Ez csak azt jelenti, hogy több naptár párhuzamosan folyik. Ez az, amiről írnak itt, ugye Angliában, Skóciában, később egész Britanniában, ahogyan szépen folyamatosan átálltak, úgy több naptár volt. De ha valaki az adó évbe belegondol, az szintén más rendszer szerint halad, hiszen nem mindenhol január 1-ével kezdődik az adóév. Tehát több naptár párhuzamos futása az egyáltalán nem egy újdonság. A másik dolog az, hogy az évszámoknak a meghatározása is nehézséget okoz, hiszen mi történik azokkal a dátumokkal, melyek 1582 előtt történtek, amik a Gregorián naptár használata előtti időszakra vonatkoznak. Ennek az átszámítása sem egy egyszerű dolog. Azért akartam ezt mindenképp megjegyezni, mert ez ugye régi és új stílusú dátumokra bontható föl, melyik rendszer szerint. Láthatjuk azt, hogy az emberiség történelmén át vonul ez a küzdelem a naptárra, és mivel már most rendelkezésünkre állnak azok az írások, amikből megtudhatjuk azt, hogy a teremtő melyik naptárt használta, felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem azt használjuk egész egyszerűen, ami abban le van írva. Pontosan azért, mert ami Dánielben is meg van írva, amit olvashattunk a múltkor. Ezeket a dátumokat el kell, hogy titkolja a rendszer, hiszen ezek fontos dolgok azok számára, akik szeretnék követni ezt az utat. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek csak üres vagy ostoba ünnepek, amiknek semmi jelentősége, csak valamiért kitalált őket. Ezek fontos dolgok számára, úgy értem a teremtő számára, ezért számunkra is az kell, hogy legyenek. Viszont azzal, hogy a naptárt ennyiszer megváltoztatják, és így számítjuk az időt, ezzel eltüntetik az eredeti időszámítási módszert, és nehézé teszik számunkra azt, hogy megtaláljuk a teremtő ünnepeit, és azt használjuk. Egy másik probléma ezzel a naptárral az az, hogy a négy fő nap, illetve a négy úgynevezett szökőnap, a leghosszabb éjszaka, a leghosszabb nappal, illetve a két egyenlő hosszúságú nappal és éjszaka nem mindig ugyanarra a dátumra érkezik. Pontosan ez a lényege ezeknek a naptároknak, hogy eltorzítsa az időszámításunkat, és ne tudjuk figyelemmel követni azt az időt, azt az időszámítást, melyet a Teremtő meghatározott nekünk. Így az emberiségnek nehezebb az ő ünnepnapjait megtalálni. Valaki azt gondolja, hogy mi próbálunk kitalálni egy tökéletes naptárt, és az a lényeg, hogy minél egyszerűbb legyen, minél jobb legyen az életünk. Ez sosem így van, sose volt így, és nem is lesz. A világ nem így működik. És ezt nagyszerűen példázza ez a táblázat. Ez ugye a júniusi napok 20-tól 23-ig, ez pedig az, ahogyan mozdul el rajta a leghosszabb nappa. 1800-tól 2100-ig, illetve az után 2200-ig egészen. Láthatjuk azt, hogy az 1700-as évek végén itt egyre inkább tolódok 20-a felé, és aztán hirtelen az 1800-as évek elején 22-e köré tolódott el ez az időpont. És ez így váltakozik évről évre folyamatosan, hiszen ez a naptár egy tökéletlen naptár. Míg használhatnánk azt is, amit a teremtő meghagyott számunkra, azonban az ember mindig kitalál saját magának. History.com összeszedett néhány érdekességet a Gregorián naptárral kapcsolatban, és itt megtudhatjuk azt, az egyike az, hogy az eredeti célja a naptárnak az volt, hogy a húsvétnak egy új időpontot adjon, ezen kívül az a másik, hogy a szökőév nem igazán minden négy, negyedik évben van, ezt is tudjuk, illetve kiderült. Azt is tudjuk, hogy 26
másodperccel évente ez a naptár eltér a szoláris évtől, tehát még így sem pontos. Illetve azt is tudjuk, és megtudhatjuk innen is, hogy bizonyos protestáns mozgalmak rájöttek arra, hogy mi is tulajdonképpen a lényeg ennek az egésznek, mégpedig az, ami mára történt, hogy a katolikus, illetve a pogány keresztény ünnepeket az egész világon elfogadhatóvá tegyék, illetve egy dátum alá hozzák. Nagy-Britanniával kapcsolatos az utolsó kettő érdekesség. Az egyik az, hogy amikor elfogadták ezt Nagy-Britanniában, akkor mindenféle utcai zavargások törtek ki, illetve a másik az, hogy Nagy-Britanniában az új év március 25-én vagy nőnap alkalmával kezdődött, mielőtt ők elfogadták a Gregorián naptárt. Infoplease.com weboldalon szintén találunk érdekességeket a Gregorián naptárral kapcsolatban. Nem mennék bele részletesen, hiszen ezt megtárgyaltuk. Annyit mindenképp felolvasnék, hogy elismerik ők is, ahogyan mindenki, hogy sajnálatos módon a nap és a hold ciklusai nem hozhatók összhangba. Tehát nem lehetséges az, hogy mi a holdat kövessük a hetek, hónapok meghatározására, és egyben még szinkronban legyünk a nap útjával. Pontosan ezért találta ki úgy a teremtő a naptárt, hogy kitalálta, hogy a nap kezdi meg az évet, onnantól kezdve minden más ehhez igazodik, a holdnak más funkciója van, és nem az, hogy jelezze az év kezdetét, vagy a heteket, vagy akár az ünnepeket. Probléma az, hogy 354 nap, 8 óra átlagosan egy hold év, míg a nap év az ugye szerintük itt 365 és 1 negyed nap, míg mi tudjuk, ugye az Énok naptár szerint 364 nap, tehát 10 nap különbség van, ami 3 év alatt egy hónap, ezért el kell döntenünk, hogy melyik naptár szerint haladunk. Az iszlám vallás, vagyis a muszlim naptár az egyetlen az azok közül, aki még egy tisztán hold naptárt használ, ezért az ő ünnepeik tulajdonképpen bármelyik napra eshetnek a Gregorián naptáron. Ez nagyszerűen mutatja azt, hogy amennyiben a holdat szeretnénk használni erre, akkor vagy össze-vissza lesznek az ünnepeink, vagy pedig kénytelenek vagyunk valamilyen úton módon időről időre visszaigazítani azt a naphoz. És ha belekalkuláljuk azt, hogy a teremtő ünnepei azok áldozatokkal és ajándékokkal jártak, akkor meg kell értenünk azt, hogy ennek a mezőgazdasághoz kellett igazodnia, hiszen különben az ember nem tudott megjelenni előtte azokkal az ajándékokkal, amelyekkel kellett. Így a hold nem határozhatta meg az év kezdetét, hiszen akkor össze-vissza eshet nagyjából 2 hónap időtartamon belül, és így nem tudjuk azt biztosra, hogy lesz akkor termés, vagy nem. Míg hogyha a nap határozza meg, mint ahogyan az kellene, akkor viszont mindig szinkronban leszünk az évszakokkal. Gregorián naptára számos probléma van, az egyik többek között az, hogy nem lehet felekre vagy negyedekre felosztani, illetve úgy, hogy egyenlő negyedekre, ahogyan azt Énoktól tudjuk. A másik pedig az, hogy a hónapok különböző hosszúságúak és eléggé összevisszának tűnik. Ezen kívül a hetek, illetve az évek, valamint a hónapok kezdete össze-vissza mindenféle napokra esik, évente változik. Ennek megfelelően az ünnepek szintén nem esnek ugyanazokra a napokra. Ez scienceworld.wolfram.com, ahol a szokásos információt találjuk némi kalkulációval. Egy érdekességet megmutatnék, ez például 1752. szeptembere egy brit naptár szerint, egy angol naptár szerint, melyben vasárnap a hét első napja, és nem hétfő, ahogyan az a kezdetektől fogva volt, úgyhogy a mi naptárunk az ebben is eltér attól, ami az eredeti elképzelés. Mégpedig az, hogy a hétfő a második napja a hétnek, a vasárnap pedig az első. Rendszereket, mert mindegy, csak mehessünk a saját fejünk után, és csináljuk a saját dolgunkat, csak ne azt, amit a teremtő meghatározott számunkra. History.com összeszedett néhány érdekességet a Gregorián naptárral kapcsolatban, és
Itt megtudhatjuk azt, az egyike az, hogy az eredeti célja a naptárnak az volt, hogy a húsvétnak egy új időpontot adjon. Ezen kívül az a másik, hogy a szökőév nem igazán minden negyedik évben van, ezt is tudjuk, illetve kiderült. Azt is tudjuk, hogy 26 másodperccel évente ez a naptár eltér a szoláris évtől, tehát még így sem pontos. Illetve azt is tudjuk, és megtudhatjuk innen is, hogy bizonyos protestáns mozgalmak rájöttek arra, hogy mi is tulajdonképpen a lényeg ennek az egésznek, mégpedig az, ami mára történt, hogy a katolikus, illetve a pogány keresztény ünnepeket az egész világon elfogadhatóvá tegyék, illetve egy dátum alá hozzák. Nagy-Britanniával kapcsolatos az utolsó kettő érdekesség. Az egyik az, hogy amikor elfogadták ezt Nagy-Britanniában, akkor mindenféle utcai zavargások törtek ki, illetve a másik az, hogy Nagy-Britanniában az új év március 25-én vagy nőnap alkalmával kezdődött, mielőtt ők elfogadták a Gregorián naptárt. Infoplease.com weboldalon szintén találunk érdekességeket a Gregorián naptárral kapcsolatban. Nem mennék bele részletesen, hiszen ezt megtárgyaltuk. Annyit mindenképp felolvasnék, hogy elismerik ők is, ahogyan mindenki, hogy sajnálatos módon a nap és a hold ciklusai nem hozhatók összhangba. Tehát nem lehetséges az, hogy mi a holdat kövessük a hetek, hónapok meghatározására, és egyben még szinkronban legyünk a nap útjával. Pontosan ezért találta ki úgy a teremtő a naptárt, hogy kitalálta, hogy a nap kezdi meg az évet, onnantól kezdve minden más ehhez igazodik, a holdnak más funkciója van, és nem az, hogy jelezze az év kezdetét, vagy a heteket, vagy akár az ünnepeket. Probléma az, hogy 354 nap, 8 óra átlagosan egy hold év, míg a nap év az ugye szerintük itt 365 és 1/4 nap, míg mi tudjuk, ugye az Énok naptár szerint 364 nap, tehát 10 nap különbség van, ami 3 év alatt egy hónap, ezért el kell döntenünk, hogy melyik naptár szerint haladunk. Az iszlám vallás, vagyis a muszlim naptár az egyetlen azok közül, aki még egy tisztán hold naptárt használ, ezért az ő ünnepeik tulajdonképpen bármelyik napra eshetnek a Gregorián naptáron. Ez nagyszerűen mutatja azt, hogy amennyiben a holdat szeretnénk használni erre, akkor vagy össze-vissza lesznek az ünnepeink, vagy pedig kénytelenek vagyunk valamilyen úton, módon időről időre visszaigazítani azt a naphoz. És ha belekalkuláljuk azt, hogy a teremtő ünnepei azok áldozatokkal és ajándékokkal jártak, akkor meg kell értenünk azt, hogy ennek a mezőgazdasághoz kellett igazodnia, hiszen különben az ember nem tudott megjelenni előtte azokkal az ajándékokkal, amelyekkel kellett. Így a hold nem határozhatta meg az év kezdetét, hiszen akkor össze-vissza eshet nagyjából 2 hónap időtartamon belül, és így nem tudjuk azt biztosra, hogy lesz akkor termés, vagy nem. Míg hogyha a nap határozza meg, mint ahogyan az kellene, akkor viszont mindig szinkronban leszünk az évszakokkal. Gregorián naptára számos probléma van, az egyik többek között az, hogy nem lehet felekre vagy negyedekre felosztani, illetve úgy, hogy egyenlő negyedekre, ahogyan azt Énoktól tudjuk. A másik pedig az, hogy a hónapok különböző hosszúságúak és eléggé összevisszának tűnik. Ezen kívül a hetek, illetve az évek, valamint a hónapok kezdete össze-vissza mindenféle napokra esik, évente változik. Ennek megfelelően az ünnepek szintén nem esnek ugyanazokra a napokra. Ez scienceworld.wolfram.com, ahol a szokásos információt találjuk némi kalkulációval. Egy érdekességet megmutatnék, ez például 1752. szeptembere egy brit naptár szerint, egy angol naptár szerint, melyben vasárnap a hét első napja, és nem hétfő, ahogyan az a kezdetektől fogva volt, úgyhogy a mi naptárunk az ebben is eltér attól, ami az eredeti elképzelés. Mégpedig az, hogy a hétfő a második napja a hétnek, a vasárnap pedig az első. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat,
és Halleluja.